13 év kihagyás után újra első osztályú ralli versenynek ad otthon Salgótarján április végén. Ezt sajtótájékoztató során jelentették be. A Salgó 2017 elnevezésű ralli verseny a második futam lesz a bajnokságban. Aszfaltos futam, ez ugye itt természetes ebben a régióban. Szerencsés, hogy egy második futam, én azt mondom, mert ez a versenyzői létszám még nagyban befolyásolja ilyenkor, hogy bízok benne, hogy sokan lesznek és sokan jönnek el versenyezni ide. Mindegyik bajnokságon belül, tehát vagy ORB Rally 2, vagy akár a historik is. 1975-ben rendezték meg az első hivatalos Salgó Rallit, akkor még Salgó Kupa néven. Egészen 1999-ig, akkor volt a 25. jubileumi verseny. Pár év kihagyás után 2003-ban 90 első osztályú versenyzőpárossal, az autók között 6 VRC-vel, a 26. Valvolán Salgótarján rallin járt utoljára, az ORB mezőnye Salgótarján környékén. Salgótarján önkormányzata jelentősen támogatja anyagilag és infrastruktúrálisan is ezt a sporteseményt. Salgótarján megyei jogú város önkormányzata már tavaly elkezdte szervezni a rallit. Ugye tavaly volt egy másodosztályú futam, ami én úgy ítélem meg, hogy nagyon nagy siker volt a városban, és amikor Salgótarján megyei jogú város kitörési pontjait keresünk, akkor ide tartozik a turisztika mellett a sportturisztika is. Én úgy gondolom, hogy a Salgó ralli visszahozatal a első osztályú futam is ezek közé tartozik. A verseny rendezője Fodor Krisztián ismertette a Salgó 2017 ralli programját. Nem megszokottan, ez egy társas rendezvény lesz. Szombat este össze fogunk olvadni tulajdonképpen az Ózd rallival és a Salgó ralli. És ez azt jelenti versenyzői szempontból, nézői szempontból, hogy a versenyzők az eddig megszokott mondjuk 4 helyszín helyett, most kb. 7 helyszínen kell, hogy megmérettessék magukat, tehát én úgy gondolom, hogy egy jelentősen nagyobb kihívás elé állítjuk őket. Az országos rally bajnokság 4-es géposztályának 2016-os első helyzett autóversenyzőjének, Rafael Tamásnak nagy lehetőség és egyben teher is a hazai pálya. Magyarország ralliának van az a különlegessége, hogy igazán azért nagyjából ismertek a pályák, tehát ugyanúgy ismerik a pécsiek a itteni pályákat, mint én a pécsieket. Ettől függetlenül némi teher is van ugye az emberen, hogy azért itthon versenyzik, szeretné megmutatni, hogy mit tud. Aztán ebből néha szoktak sikerülni nagyobb esések is, de hát reméljük nem így lesz. Úgyhogy hát oda kell figyelni, ugyanúgy fel kell készülni minden, mint egy másik versenyre. Én nagyon örülök, hogy végre itthon lehet versenyezni. A BMW E87-es után Rafaelék új autóval vágnak neki az idei rally bajnokságnak, amely jelenleg 60%-os állapotban van. A legnagyobb különbség az, hogy ez egy kétajtós autó lesz a négyajtós helyett. Technikailag majdnem azonos az autó. Minimális fejlesztések futóműben és motorba történtek. Hát a tesztről nekem én kazáron szoktam tesztelni, de szerintem ez még a szezon előtt, tehát ez valószínű március közepén lesz kijelölve időpont. A sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy egy belvárosi gyorsasági vagy a tavalyhoz hasonló prolók közül az egyik biztosan lesz. A ralli szabályok értelmében a szervezők nem árulták el a Salgó 2017 gyorsasági szakaszait, de sokat sejtetően annyit mondtak, hogy a hagyományokat szeretik követni. Ez azt jelentheti, hogy a legendás Cerez Zagyvaróna és a kazári technikás útszakaszok ezúttal is szerepet kaphatnak az április utolsó hétvégéjén megrendezett rally versenyen.